Úgy látom, a Bokpincében már házhoz jön a borfesztivál. Tulajdonképpen azért a fesztivál ideje előtt, amikor a fesztivál elkezdődik, akkor általában azért ugye a vendégek úgy jönnek, hogy itt is szállnak meg. Hát nekünk is nagyon sok szálló vendégünk van. Van melegkonyhás étterem, tehát azért itt egy nagyon szép ebédet elfogyaszthatnak. Mondhatni tehát, hogy komoly hangsúlyt fektetnek a vendéglátásra. Úgy érezzük, hogy a bor mellett a gasztronómia az egy nagyon fontos része a borfogyasztásnak, és hát 2003 óta megcsináltuk tulajdonképpen a melegkonyhás éttermünket. Bok Józsefet akár Magyarország bornagykövetének is nevezhetjük, hiszen a világ különböző részein bukkan fel. Milyen hozadéka lesz ennek a pincészet, illetve hát a magyar bor számára? Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a jó bornak is kell a cégér, és mindent el kell követni annak érdekében, hogy a jó magyar bort megismerjék, így a jó villányit, így a jó bokborokat ismerjék meg, és azért nagyon sokat kell tenni, hogy egy-egy külföldi partnert megnyerjünk magunknak, és elkezdjen tőlünk vásárolni. Hát így valóban Amerikában is megjelentünk, úgy néz ki, hogy üzlet is lesz belőle, de természetesen egy ilyen nagy piacot, egy ilyen kis pincészetnek, vagy egy kis borvidéknek, hogy úgymond megtámadni, vagy bemutatkozni, ez nagyon sokba kerül, úgyhogy óvatosan nyúlunk a kérdéshez, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a legjobb villányi borok, a legjobb bokborok azok máshol is megjelenjenek, ne csak a szűk házunk táján. A bokpincészet sok más villányi borászathoz hasonlóan szinte az ország valamennyi jelentősebb borfesztiválján megfordul. A villányinak ehhez képest mi a jelentősége? Túl azon, hogy itt van helyben és élvezik a hazai pálya előnyét. Azt, hogy a vendégek ide tudnak jönni villányba, és meglátogatják a villányi pincészeteket, a villányi fesztiválnak egy külön hangulata van. Itt helyben megnézni a villányi termelőket, az egy külön élmény. Itt nagyon sok villányi bort lehet megkóstolni, itt 30 stand lesz például, most amiből 24 villányi fogja bemutatni a borait. 3 nap alatt különböző fajta minőségű borokat lehet megkóstolni. Majd a stand mellett állva a legfontosabb üzletfeleinek, ügyfeleinek, a legjobb barátainak mi lesz az a bor, amit elsőként kínál, ha mondjuk valaki a teljes borsort nem tudja végigkóstolni? Én mindig megmutatom a pincészetünknek az oportóját, az úgynevezett portugízer borunkat, és természetesen, hogyha azt megkóstolta, akkor választhat, attól függ, hogy hányat szeretne. De természetesen a nagyborainkat minden esetben megmutatjuk, így a bokkövét, a royal kövét, vagy éppen a kapellát, vagy a magnifikót. A nagy közönség, a piac melyik borait, mely borfajtáit kedveli és ismeri a legjobban? Nagyon kedvelt borom a rosé borom többek közt. Az egész országban nagyon sok helyen megjelenik. Ezen kívül az oportó, kékfrankos borok, hát amelyik tulajdonképpen inkább az olcsóbb kategóriai borok, azokból fogy lényegesen több, míg a drágább borokból kevesebb, de azok is ott vannak az éttermekbe, a vinotékákba. A törzsasztal.com weboldalunk látogatottsági statisztikáit elemezgetve azt tűnt fel, hogy nagyon sokan keresik az Ermitás küvét. Az Ermitás az egyik legkedveltebb borunk, ami azt szokták mondani, hogy árérték arányban a legjobb. Ennek egy nagy házasítás tulajdonképpen a lényege, ahol azt mondja, a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és a Merlot mellett még 4, az Oporto, a kékfrankos, a Pinot Noir és a Syrah jelenik meg, tehát 7 fajta borból, kézborból állítom össze, és az Ermitás tulajdonképpen egy olyan összeállítása, amivel igenis okvetlen a külföldi piacot is megcéloztam, így Amerikába is, és Oroszországba is szállítok az Ermitás küvéből. Milyenek az idei terméskilátások? Az eddigi fajták nagyon szépen, nagyon szép eredményben, nagyon szép minőségben jöttek be. Igaz, hogy egy-két fajtán az átlagoshoz képest kevesebb mennyiség jött be, viszont a minőség az kimagasló. A kékfrankos fajtáig fejeztük be a születet jelenleg, és a Cabernet Sauvignon és a Franc az, ami még kint pihen a tőkéken. És reméljük, hogy még nagyobb minőséget fog produkálni. A pincészetnél újdonságként majd a 2006-os borok fognak megjelenni. Ezek közül a legelső lesz december 1-én az Aureus küvé, ami a második évjárat lesz, a második évjáratú csúcsborunk lesz. A pincészet számára, a pincészet életében mennyire játszik fontos szerepet a borkészítés, a kereskedelem mellett a vendégek kiszolgálása a pincészetben? Teljes gőzön megy a pince, több csoport van, teljes teltház van, és hát hogyha bizonytalan az idő, hogyha esetleg elkezd esni az eső, akkor természetesen fönt a pincébe sokkal többen lesznek, mint itt lent.
Nagyon-nagyon fontos kérdés a vendéglátás. Itt Villányban ez nagyon jól működik. A célunk az az, hogy minél több bort tudjunk itt eladni Villányba, helyszínen, és nem a nagykereskedelem részére, vagy nem a nagykereskedelem keresztül, mivel hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, nem csak azért, mert hogy magasabb áron, vagy nagyobb haszonnal lehet eladni így a borokat, hanem az, hogy a fogyasztókkal személyesen találkozunk itt a pincében. Milyen bort vagy borfajtát tudnál kiemelni itt a kínálatból, amellyel a Villányi Borfesztivál vendégeit, látogatóit várjátok, fogadjátok? Sok ismerős forgalmi tétellel együtt fogunk itt megjelenni, és lesz egy újdonság, ami az Aureus küvé 2006-os évjárat, ami december 1-től van forgalomba, de a Budapesti Nemzetközi Borfesztiválon már kóstolhatták, és itt a második alkalom, ahol lehet kóstolni, és december 1-től lehet megvásárolni majd a borokat. Mik a pincészet közeljövőre vonatkozó tervei, célkitűzései? Nagyon sok tervünk van, nagyon sok irányba kellene bővülnünk. Egy dolog van, a vendéglátásban a panzió méretét kellene bővítenünk, másik része pedig a pincészetnek a palackos érlelés, a nagyharsányi pincénknek a bővítés, ami most már másfél éve húzódik. Zajlik a szüret, lassan szerintem október közepére készen leszünk vele, jónak ígérkezik a termés, ezt majd igazán, amikor a borok leerjedtek, akkor tudjuk megmondani. A pincészetünk az utóbbi években sokkal erősebben foglalkozik, sokkal intenzívebben foglalkozik a dűlőszelektált borokkal. Ez azt jelenti, hogy azokban a dűlőkben, ahol olyannak tartjuk a termést, az ottani mikroklímát, a fekvést, a kitettséget, hogy ott érdemes önálló borokkal foglalkozni. Ezekben a dűlőkben önállóan meg is jelentettük ezeket a borokat. Itt gondolok a Cuvée Carissime-re, amely a kopárdűlőnek a termése, gondolok a régi módi küvére, amely az Ördögárok dűlő termése. Most jelent meg az első Merlunk a 2006-os évjáratból, amely szintén dűlőszelektált, és az Ördögárokból származik, és a jövőben is célunk az, hogy ezeket a dűlőszelektált borokat még jobban erősítsük, és még nagyobb hírverést adjunk nekik, mert úgy gondoljuk, hogy egy ilyen kézműves családi borászat, amely ugye 28 hektárral rendelkezik, szépen meg tudja jeleníteni, és exakt módon meg tudja jeleníteni azokat a dűlőket, amelyekben dolgozik. Én azt hiszem, hogy Villány még nem ért oda, hogy azt mondja, hogy maga mögött hagyta már az útkeresés fázisát. Villányban még zajlik ez a folyamat. Szerintem egy jó 5-10 év, és nagyjából beállnak azok a fajták, azok a borok, amelyek egy adott pincészetre jellemzőek.